Hosszú évek után most ismét külön-külön ünnepelték a Mártonnapot a kiskörösi óvodák. A Batthyány tagovoda sok mindent megtartott a korábbi szokásból, így ezúttal is lámpásokkal vonultak szülők és gyerekek együtt a művelődési háztól, kiegészülve az eseményre meghívott első osztályosokkal. Utána a nagy csoportosokkal egy énekelünk, mondókázunk, és Opauszkini Lakos Henny óvónéni vezetésével egy fergeteges táncházba fogunk részt venni, ahol mindenféle tánclépést remélhetőleg meg fogunk tanulni. Utána pedig a Hupikék Holiday Show műsorát fogjuk meghallgatni, a gyerekek arra robhatják a táncot. Míg a Batthyányiban az egész óvoda, addig a Mohácsiban csak az Okos Bagoly csoport tagjai emlékeztek meg Mártonról, és éltették a naphoz kapcsolódó hagyományokat. Az eseménynek itt is aktív résztvevői voltak a szülők is. Lámpást készített minden kisgyermek, színezéssel, ragasztással, verseket tanultunk, énekeket tanultunk, és népi gyermekjátékokat. És most többféle tevékenységet kínáltunk föl. Lehet párnát készíteni, igazi libatollal kitömve, és az anyukák összevarják. Lehet régi, hagyományos morzsolóval kukoricát morzsolni, és miután lemorzsolták a kukoricát, meg is lehet darálni. Most vagy morzsolt, vagy darált kukoricával meg lehet tömni a textillibát. Gipszlibákat öntöttünk ki, lehet festeni. A jónak lenni jó mondás jegyében a főszervező Éva óvónéni különleges ötletét is megvalósították ezen a napon a mohácsisok, és adományként kabátokat, melegruhákat adtak át a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitás szervezete képviselőjének. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában a szokásoknak megfelelően ezúttal is az 5. évfolyamos német nyelvet tanuló diákok készültek műsorral. Most ebben az évben egy kicsit humorosabb oldaláról visszük bele a történetet, ahogy ugye a Márton, mikor a Libaholban lebuktatják ugye a lágogásukkal, és itt a libáknak a története, az az egésznek egy keretet az elején, meg a végén, és a közepén pedig Márton legendáit azért mégis elmondjuk. Utána megvendégelik az ötödikesek az alsósokat, teára és zsíros kenyérre, és ezután megyünk felvonulással, lámpásokkal, énekelünk Mártonnapi dalokat, és ezzel véget a program. A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannonia tartományának Savaria nevezetű városában látta meg a napvilágot 316-ban. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében, Isten szolgálatába állt. Jóságáról már élete során is legendák keringtek, s az alázatos misszionáriust püspökké akarták szentelni. A monda szerint, amikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a szolgalelkű Márton a Ludakójában bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zaj csaptak, így elárulták Márton rejtek helyét. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig 398-ig segítette a rászorulókat.